Rendőrök ellenőrizték a korábbi hétvégéken a bevásárlóközpontok környékét és a közterületeket, hogy mindenki betartja-e a kijárási korlátozás szabályait, amit a koronavírus járvány megfékezése miatt vezetett be a kormány. Az egyenruhásokat még gyakrabban láthatjuk majd az elkövetkező napokban, ugyanis bár nem rendelt el szigorítást Ács Rezső szekszárd polgármestere a szekszárdi és környéken levő kedvelt kirándulóhelyeken, és a játszótereket sem záratta le, gyakoribb ellenőrzést kért a hatóságoktól. Az erről szóló rendeletet pénteken írta alá a városvezető. Ács Rezső úgy ítélte meg, hogy a szekszárdiak eddig fegyelmezetten betartották a szabályokat, ezért nem tartotta szükségesnek a szigorítást. A szombat 0 órától vasárnap éjfélig lesz lehetőség, hogy a polgármesterek az adott településen szigorú rendelkezéseket hozzanak. Én azt gondolom, hogy ez nem kell, erre nem lesz szükség Szekszárdon, viszont a rendőrségtől, illetve lehetőség szerint a katonaságtól is fogok kérni segítséget, majd az ellenőrzés sűrűbbé tétele, szigorúbbá tétele szempontjából. A városvezető azt is elmondta, hogy az önkormányzat jelentős lépéseket tett és tesz a védőfelszerelések beszerzése terén is, hogy még hatékonyabban lehessen fellépni a koronavírus járvány ellen. 15 ezer maszkot, 31 ezer gumikesztyűt, 160 liter készfertőtlenítőt már beszereztek, és most felajánlotta egy Tolna megyei cég, hogy nagy mennyiségű alkoholt szállít be a szekszárdi önkormányzatnak, hogy azokból is lehessen fertőtlenítőt gyártani. Ennek a gyártása, termékengedélyezése, ez egy nagyon nehézkes folyamat, és nagyon szigorú is, hiszen ez egy nagyon gyúlékony, jobbanékony anyag, úgyhogy végül is arra jutottunk, hogy nem alkoholt ajánlanak fel, hanem kész terméket, hiszen közben megkérték az engedélyt a termékre, a csomagolásra és a címkére is. Úgyhogy a következő napokban akkor ennek a gyártása meg fog indulni, és megegyezünk abban, milyen ütemezésben és hogy fogjuk megkapni. Ács Rezső azt is elmondta, hogy az adományszámlán eddig több mint 1,5 millió forint gyűlt össze, és továbbra is várják a felajánlásokat. Az összegyűlt összeget majd az adományozókkal közösen döntik el, hogy mire fordítják. Ács Rezső kiemelte, az önkéntes programnak nagy sikere van Szekszárdon. Eddig 32 fővel kötött szerződést a Humán Szolgáltató Központ, de továbbra is várják azok jelentkezését, akik segíteni szeretnének. A fő feladatuk továbbra is az idősek ellátása, bevásárlás és ételkihordás. Egyre többen kérik egyébként az önkormányzat segítségét, már több mint 400 gyereknek és több száz idős embernek szállítanak ki ebédet a Tolnai megyeszékhelyen. Szekszárdon jelenleg 17 ember van karanténban.